rendhagyó taggyűlést tartott a Tolna megyei mérnöki kamara szeptember 15-én. Rendszeres éves gyűlésüket tavasszal szokták megrendezni, de idén a koronavírus járvány miatt ezt el kellett halasztaniuk. Díjak kiosztása, beszámolók és költségvetések elfogadása, bizottsági tagok újraválasztása és több szakmai előadás is szerepelt a napirendi pontok között. Palotásné Kővári Terézia, a Tolna megyei mérnöki kamara elnöke elmondta, hogy nem csak a kamara éves rendjét borította fel a vírus, hanem a tagok munkalehetőségeit is gátolta. Nagyon sokban befolyásolta, a munkavállalásuk szempontjából is akadályt gördített ez a helyzet eléjük. Nyilván nem tudtak olyan mértékig kimenni, akár helyszíni egyeztetésekre, vagy akár kontakt megbeszéléseket megtartani. Amit csak lehetett, átvittek az online térbe. Idén a továbbképzéseket is digitális formában tudták csak megtartani, pedig sokkal célra vezetőbb volt az eddig jól bevált kontaktórás gyakorlat. Kocsmár Istvánt, az Aliszkabau vezérigazgatóját is érzékenyen érintette a gazdasági válságba lassan átcsúszó koronavírus járvány terjedése és az azt követő szigorítások. Egyrészt azt látjuk, hogy a beruházások kezdenek leállni. Ugye ez a magas építésnél főleg abból adódik, hogy a magán befektetők gondolva a jövőre kezdenek takarékoskodni, tehát én azt hiszem, hogy ugyanaz fog lejátszódni, mint a 2008-2009-es pénzügyi válságnál. Kocsmár István elmondta, hogy bár mindenkit rosszul érintett a vírus, de náluk az építőiparban egy meglévő, lefelé menő folyamatot erősített fel.